Kedves nézőink! Évek óta nagy sikerrel működik a Cserepes Házban a Zuglói Smooth Jazz Club, amely minden hónap utolsó péntekén várja az érdeklődőket. Február 26-án a Pesti Sik zenekar lesz színpadon. Sok szeretettel köszöntettem az együttes két tagját. Mi minden várható február 26-án tőletek, mivel készültök erre az eseményre? Szeretettel köszöntjük mi is a nézőket. A Pesti Sik zenekar a 20-as és 50-es, 40-es, 50-es évek zenei világát dolgozza fel, illetve ennek az időszaknak a zenei anyagját választottuk ki a zenekar profiljaként. Természetesen ez nem autentikus formában jelenik meg, hanem modern köntösbe. Mégpedig az a szerencsés helyzetünk van, hogy a zenekarunk vezetője Lőrinc Ádám, zeneszerző is, és a hangszereléseket is ő hajtja végre. És ezáltal sokkal modernebb, sokkal maibb lesz az egész projekt. Az azt jelenti, hogy nem csak a 20-as, 40-es éveknek a zenéjét játszátok, hanem mostani általatok készített dalokat is hallhat a közönség. Ebben a stílusban, ebben a hangszerelésben. Így van, az elmúlt években már több saját dalunk is megszületett, és ezek egy kicsit hajaznak erre a világra, erre a 20-as, 50-es évek világára. Egy picit jazzes fűszerezéssel próbáltuk ezeket elkészíteni, de mindenképpen mai témákat feszegetünk. Van egy dalunk, amelyik a modernkori mobiltelefon rejtelmeiről szól, de ugyanakkor mégis egy kicsit ilyen swinges stílusban, ami a 20-as, 50-es évek volt leginkább jellemző. Az, hogy Pesti, az azt jelenti, hogy elsősorban magyar dalokat játszotok, magyar nyelvű szöveggel, a Sik, az pedig, nem is tudom, a Sik mit jelent ebbe a... Igen, ez tulajdonképpen már a kezdeteknél a fő csapás irányunk volt, hogy magyar nyelven szólaljanak meg a dalok. Ez azt hiszem, hogy talán az ilyen elhivatottságom, vagy ilyen arcpolitikának nevezhető kis túlzással gondolatvilágomat tükrözi, mert szerintem csodálatosan szép a magyar nyelv, én amúgy is nagy rajongója vagyok, főként, hogy beszélem így, nem nehéz, és szerintem nagyon-nagyon sok szép magyar nyelvű dal van, értékes, jó magyar dalszöveggel, amik a divat szempontjából most elsikkadnak, és ezt szerettük volna mi életre hívni, illetve egy kicsit így előtérbe helyezni ezáltal, hogy kizárólag magyarul énekelünk. A Sik meg tulajdonképpen az eleganciát, a kifinomultságot, a stílusosságot jelenti számunkra, amely nem csak a zenekaron belül a zenéken keresztül jelenik meg, hanem a hétköznapokban is, és mindig azon gondolkodom, ez általában el is szokott hangozni ez a kérdés, hogy az alkalomhoz öltöztünk egy ilyet, mondjuk kesztyűt nem mindig veszek fel, bevallom, de alapvetőleg mi ilyen elegánsan, meg ilyen úriasan próbáljuk a hétköznapjainkat is élni. Azt hiszem, hogy ez az Ádám ötlete volt a Pestihez, a Sik elnevezés, így párban, így ez lett végül a zenekarunk neve, de ez szerintem hűen tükrözi a zenei világot is, meg a mi világunkat is. Beszéljünk akkor még erről a világról, hogy tulajdonképpen, aki nincs benne annyira 20-as, 40-es évek zenéjében, az mire számíthat? Mi ez? Milyen ez a világ? Hát én úgy gondolom, hogy a legfőbb jellemzője az, hogy a társas viszonyok egész másként működtek, vagy legalábbis másként kommunikálták. Tehát a dalszövegek, amelyek azért eléggé dominánsak a mi zenei anyagunkban, mert a chanson világából mondhatni elég szövegcentrikusan jelennek meg. Nagyon, nagyon más volt a kifejezés, sokkal választékosabb volt érzelmi szinten is, illetve a problémák, azok azt hiszem, hogy az emberi problémák nem változnak, tehát ugyanazok voltak 100 évvel ezelőtt is, viszont a megfogalmazásukban van egy kis finomabb, vagy olyan romantikusabb szemlélet a maihoz képest. De azért ez nem egy ilyen iszogatós, beszélgetős, csöndben levős koncert szokott lenni általában, hanem jól táncolható és mulatható, és főként azért jó, mert az ember saját magán tud a legjobbakat nevetni, szóval, hogyha 100 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ó, drágám, miért beszél így velem, az ma is lemegy, csak úgy, hogy édes szívem, kérlek szépen, ne így nyisd ki a szád. Szóval, hogy ugyanazok a dialógusok mennek le tulajdonképpen, csak egy kicsit olyan finomabb, olyan kis sikkes megfogalmazásban. Szóval arra számíthatnak, hogy bulizós, jó és táncolható este vár rájuk, legalábbis mi
mindent megteszünk az ügy érdekében. Tehát rakják be a táncipőiket is a résztvevők, hogy a közönség vigye magával a táncipőjét, és ez azt jelenti akkor. Abszolút, sőt, hogy egy gyakorlatias példával éljek, mondjuk vegyük a Mesélautó című klasszikust, amit mindenki ismer, de például meggyőződésem, hogy kevesen hallották még latin stílusban ezt a dalt. Ha más stílusoknál tartunk, akkor egy kicsit a zenére térjünk vissza, a hangszerelésére az egésznek, hogy zajlik, illetve mutassuk be a zenekar többi tagját, és hogy milyen hangszerekkel szólal meg mindez. Ez egy öttagú formáció, a doboknál Vas Gyuszi, a nagybőgőnél Molnár Péter, gitáron Csóka Péter közreműködik, én zongorázom, és Kamika pedig énekel. Ez egy pici jazzes fűszerzésű, táncolható zene tulajdonképpen, amit mi csinálunk, és hát igen, szóval táncra perdülnek a népek általában, amikor mi játszunk, izgalmas koncertek szoktak lenni. Ami még, bocsánat, hogy közbe vágok, ami még érdekes lehet, hogy a nagyon jól ismert régi magyar filmekből, vagy egyéb fórumokról ismert régi dolgokat is mindig megpróbáljuk úgy átdolgozni, hogy ilyen eléggé táncolható, és amellett pedig meglepő fordulatokkal bővelkedő legyen. Szóval van egy pár olyan hangszerelési bravúr benne, amit az Ádám végrehajtott, ami még számunkra is meglepő volt, szóval néha már ilyen hip-hop elem is belekerül. Persze csak jelzésszerűen szerencsére, de hogy szerintem elég változatos a zenei anyag, attól függetlenül, hogy a zenei szövet, amiből indult, az nagyon klasszikus, ugye mivel régebbi. Régebbi az indítatása a zenekarnak, de mi lesz a jövője, mik a terveitek, hova halad a Pestisik? Nagy terveink vannak, szeretnénk egy olyan színpadi show-t is létrehozni, amilyen Magyarországon még zenei show, vagy zenekari show tekintetében soha nem jelent meg. Egészen különleges új technikákat tervezünk alkalmazni, amiket most még nem szeretnék lelőni, de azt elmondhatjuk, hogy a színpad életre kell majd. És ebből láthatunk valamit majd a Zuglói Smooth Jazz Clubnak a színpadán is? Ennek a műsornak a gyökereit fogjuk bemutatni, és ahonnan elindult ez az egész út, és hát lehet, hogy egy kicsit kulisszatitkot elárulunk majd. Van még egy nagyon fontos és számomra nagyon kedves újdonság, amit szeretnénk a következő évadban már életre hívni, és ez nem más, mint hogy lesz egy, még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a címe, de minden esetre a zenekarral kapcsolatos videoblog, amely főként azt fogja megmutatni, hogy a zenekar hétköznapjai, próbái, életképei hogyan néznek ki, hogy ezáltal egy kicsit közelebb kerülhessünk mi is a közönségünkhöz, és ők is jobban megismerjenek bennünket. Ez nem feltétlenül zenei szempontból lesz megközelítve, hanem inkább mint civil emberek, vagy mint hétköznapi pestisikkes felnőttek. És ez egy olyan blog lesz, ahol írások is vannak, vagy kifejezetten csak videoblog lesz? Tehát, hogy... Mi úgy gondoltuk, hogy főként igen, a képi anyag lenne benne a domináló, úgyhogy videó, aztán lehet, hogy hozzákezdek és írok is, de ez még csak ez jó ábrán. Igen. Mindketten voltatok már a Zuglói Smooth Jazz Clubnak a színpadán, hiszen most decemberben Iván Szandrával egy nagy sikerű karácsonyi koncertet is adtatok, és ott is elhangzott néhány pesti sikkes szám. Ezek közül válasszunk ki most egyet, hogy a közönség egy kicsi ízelítőt kapjon abból, hogy mi vár rá a mostani koncerteteken. Melyik legyen az a szám abból az előző koncertből? Azt hiszem, hogy többen is közreműködött Ádám, de van egy, amely kimondottan karácsonyi szövegű, illetve témájú, de talán azt lehetne jól. Az általán a legközelebb a pestisik világához. Drága Szentem. Kedves nézőm, akkor a Drága Szentem című szám következik. Drága Szentem, a fám alá egy bunda az jár. Most már egy évig jó voltam én. Drága Szentem, hát szent a lába, sürget a fa. Drága Szentem, egy kaprió is kell. Várok rá.
nem nagy. Édes jó voltam én, drága szentem, hát maga tényleg csikemet kell. Yeah.